A videóhoz a legújabb Top Scrum formát pakokat az IT C-Shop biztosította. www.itcshop.hu Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Trading Cartoon. A mai videóban pedig Top Scrumozni fogunk, méghozzá Forma 1-es pakok az egyik legdrágább széria. Ez a Chrome sorozatban a Forma 1-es, amiben bizony ugyanúgy lehetnek aláírtak, mint a többi Top Scrumba Forma 1-es pilóták, Hamilton, Verstappen, avagy Norris aláírás parallellel, számozottal, mindennel. Nagyon durvának ígérkezik, bízok benne, hogy legalább egy számozottat sikerül nyitni ezekből a pakokból. Egyáltalán nem olcsók, viszont olyan minőségi kártyák is vannak benne, illetve eleve a Forma 1 licensz az egy nagyon drága dolog, amiközött a csak visszaturbaltax kártyák se olcsók. Na és akkor itt meg egy igazi prémium széria. 4 kártya van egy csomagban, jól néznek ki a csomagok egyébként, nagyon, nagyon dizájnos, és az ITC Shop-ba dobozt is tudtok venni, ugye amiben még több pak van, vagy egyesével csomagot is. Ez menő, hogy behozták Magyarországra. Vannak Forma 2-es pilóták is, az se rossz. Itt pedig az esélyeket nézzük meg. Természetesen készültem prémium kártyavédő puhatokkal, a durvábbak majd úgy is mennek albumba szépen, de szerintem mindet albumba teszem, valami jó kis prémium albumba, illetőleg hát elő van készítve itt a mágneses tok is, hogyha olyan kemény lapot nyitunk. Mindenféle esélyek, van olyan gold wave, ami csak 1336 pakkonként van, de nem kell meglepődni az ilyen nyomtatott printing plate, 16.000 csomagonként, úgyhogy azért ez elég durva, szokásos prémiumos esélyek, úgyhogy hát a szerencse legyen velünk. Fogok klasszikusan is bontani, mert nagyon sok levegő van a pakokban, ezáltal kényelmesen lehet őket nyitogatni, illetve ollóval is nézünk. Most nézzünk egy ilyen klasszikusat, rendkívül izgatott vagyok, remélem jön valami igazán különleges, amire büszke lehetek. Óvatosan azért, nehogy a sarkát bárhogy bántsuk, ne értéktelenítsük el a lapot egyből, úgyhogy ha így bontatok, nagyon-nagyon óvatosan. Na nézzük is az elsőt, az figyelt, a tükröződés zseniális, ez pedig egy olasz győzelem, Pierre Gasly, Alfa Tauri, mekkora win volt, azt a jó ég, és a karakterek körvonalai szépen ki vannak emelve, zseniálisan jól néz ki, majd utána egy Max Verstappen, az örülős pillanata, és oda van írva, hogy Red Bull Racing Honda, prémium kártya az mérten, a hátulján is van egy csomó info a karrierjéről, ugyanúgy Forma 1-es szisztémában is, mint ahogy más sportágakban, kis info, illetve a karrier adatok, tök jól néznek ki ezek a lapok. Majd utána ez már paralel. Az figyeld, de jól néz ki. Piastrinak Forma 2-es paralel kocsia, és ott van Piastriról is egy kis info. Atya világ, de jól néz ki. Ez zseniális. Premának az egyik, hát nagy ígéretes versenyzője, úgyhogy én azonnal ezt tenném is puhatokba, ilyen prémium puhatokba. Muszáj, nehogy itt bármi történjen az ilyen magas minőségű kártyákkal. Tökéletesen illeszkedik a tokba, fantasztikusan jól néz ki. Gyönyörűen meg van csinálva. Ez pedig Lewis Hamilton. Ez is paralel színkombináció, pont repül a kocsi jó formán. A jobb kettő kerék az nem is ér le, szemből nézve, másik oldalról bal mondjuk. Ahogy látom, ezen intermédiát gumi van, mint egy zöld oldalfalú lenne, úgyhogy az eső miatt ez simán benne van, hogy megcsúsznak a kocsik. Nagyon jól néz ki, ez egy zseniálisan elkapott jelenet, és futamról van kifotózva, miközben a hátteret meg ilyen profin eltávolították. Szeressük az ilyen dolgokat, úgyhogy ezt jól megcsinálták. Kettő kocsit már sikerült is nyitni, úgyhogy nem tudom, melyik néz ki jobban, ez ilyen örülős jelenetek, ilyen dobogó, vagy a kocsi fotózás, mind a kettő nagyon parádi egyébként. Nézzük meg ollóval, hogy így mik jönnek, hát ha így jobb jön. Bár ez se volt rossz, a két paralel. Na, nézzük. Van itt egy Future Stars Viscal, az se rossz. Mondjuk, ha Future Star, akkor esetleg egy Mick Schumacher vagy Russell, az mekkora király lenne. De van itt nekünk egy oldtimer Ricardo, a tipikus mosolyával. Ez pedig egy különleges pódiumkártya. Azt figyeld, Esteban Ocon pódiumlapja gyönyörűen meg van csinálva, és a végére egy Ricardos paralel, úgyhogy a kettő paralel megint megvan,
Itt is az pódiumos kártyákon ugye teljesen más az info, úgyhogy ez is leírja igazából, hogy magyar nagydíj. Ja tényleg, figyeld már, ez a magyar nagydíj trófája most esik le. Hát ez nagyon menő. Hát akkor extrém módon jön be ide a puhatokba, ha már egy ilyen magyar nagydíjjal kapcsolatos kártyát nyitottunk. Azt figyelte, király. Hát ennek nagyon örülök. Ezért jók a hátsó infók, hogy így eszedbe jutnak dolgok. Le van írva szépen. Jól van, most autót nem nyitottunk ebből a pakból, úgyhogy megpróbálom a klasszikus bontást alkalmazni. Azok az autósak is jól néznek ki, abból is szeretnék egy párat. Megfordítjuk. Na itt van, csak kérni kellett. Carlos Sainz a Ferrari-val. Mennyivel máshogy néznek ki az új autók. Te jó ég, nagyon király lesz, azt is nagyon várom, hogy meg kártyásítsák. Ez már jól néz ki, az F2-es autó a nagy felni miatt, 18-as kerék miatt igazából jobban hasonlít a mostani F1-esre. F2-es Red Bull. Majd utána, ez nem paralel, viszont van rajta Toto Wolff és a két pilótája, Hamilton és Bottas, tavalyi évről ugye. Majd utána egy Nicolas Latifi paralel kártya. Baromi jól néz ki, és kocsis paralelt nyitunk megint. Ez egy jó pak volt, hiszen három autó is volt benne, miközben ez a csapatos kép is igazából sztárokról szól. Nagyon király. Jó van. Na, van még két csomagunk. Most alulról fogom kivágni. Ez egyszer már bejött a Topsnál, ugyanígy Premium szériánál, Pankrációnál, pont így nyitottam az aláírtat, úgyhogy reménykedünk a jóban. Ki is húzom, Sebastian Vettel, ki vírus miatt kihagyta az új szezon első futamát, majd utána egy Future Stars Zendeli, majd egy pódium, ez már nem a magyar trófea, de pódium, és méghozzá Hamiltonos, alatta pedig, micsoda vév! Azt figyeld, Lance Stroll! Ez nem számozott, de gyönyörűen néz ki ez a paralel, te jó ég! Nem is láttam még ilyet. Ez pedig Hamiltonnak azt mondja, portugál, spanyol, itt kiemeli ugye, de ez konkrétan egyébként a hazai futama a brit nagy díjról. Gyönyörű, gyönyörű. Jó kis sztorit írnak a hátuljára. Hogyni. Pódium kártya jön ide, ez pedig zseni. Ez a Stroll zseni. Ez mennyire jól néz ki, kegyetlen. Természetesen jön be standbe, és most már csak egy csomagunk maradt. Ezután. Úgyhogy feszülté kezd válni a helyzet. Nézzük, hogy bontsuk. Bontsuk a klasszikus módon, hiszen nagyon könnyen nyitható. Meg is forgatom, és kihúzzuk. Oj, de jó, Sergio Perez. Majd ezt követően egy Daniel Ricciardo. Ricciardóban egészen sokat nyitunk, ez egy autós kártyája. Majd utána van itt egy Schwarzman. Ő se kis ember, Future Stars, nagyon tehetséges a srác. A végére pedig ugyanúgy Schwarzman, Red Liners paralel kártyája. Elképesztően szépen néz ki itt is, mindenféle infóval. Amúgy nem gyenge, a Forma 2-es autók is 335 km per órával mennek. Az mondjuk azért ugyanúgy elég erős. Nagyon szép, ez is jön be. Természetesen mivel különleges paralel. Hát sajnos számozott a ilyesmit, nem sikerült nyitni 5 pakból se, viszont paralellekből, főleg ez a vév, ez nagyon jól néz ki. Rendkívül sok jött, kocsik is jöttek, azoknak nagyon örülök, úgyhogy mindenképpen egy előkelő helyet kap, és lehet, hogy nyitok egy Forma 1-es prémium albumot, hiszen most már vannak így a Topscrom 2021-esből, vannak a 2020-asból is Topscrom kártyáim, illetve a Tops Now kártyáit is előkelő helyen tartom, úgyhogy már érik egy prémium album ennek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindenféle ilyesmit ugye megtaláltak az ITC-be, védőket is, mindent, ami kellhet a prémium gyűjtéshez. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek. Sziasztok!